A Pezenliget is maga mögött hagyta a koronavírus járványt. Két esztendő múltán Fergeteges Nene és Deniz, illetve Ákos koncerttel elindult a Hello Nyár programsorozata, meg annyi a nyári szünet első napjait köszöntő fiatal és kevésbé fiatal örömére. Az esten Cserpakovics András polgármester és Kovács Antal főszervező a Fezen atya tartott közös sajtótájékoztatót a rövidesen kezdődő jubileumi Fezenről. Nagy öröm, hogy idén lesz Fezen, ez a 25. lesz. Boldog születésnapot a Fezennek, mindenkinek, aki szervezte, szervezi, és mindenkinek, aki valaha itt járt, vagy éppen most fog idejönni, mert hogy erre biztatok mindenkit. Szerintem nagyon jól fogják magukat érezni az emberek. Nagyon sokféle zenei műfajban lesznek produkciók, hazaiak és nemzetköziek egyaránt. Világsztárok is érkeznek, magyar sztárok is érkeznek, de talán még ennél is fontosabb maga a hangulat, amit egy fesztivál tud adni, hogy barátokkal találkozunk, ismerősökkel. Jubileumi programmal és extra köszönetnappal tér vissza két év kényszerszünet után tehát a Fezen Fesztivál. Július végén külföldi kedvencekkel és a legnagyobb hazai sztárokkal találkozhatunk Székesfehérváron. A Fezenen idén is mindenféle zenei stílus rajongói találnak izgalmas programot, a pop, a rock, a metal vonal mellett az elektronikus műfajok és Európa egyik legnagyobb retro show-ja is megjelenik a fesztiválon. Örült nagy szerencse, meg talán büszkeség is az, hogy megértük azt, hogy 25 éves lehet a fesztivál, tehát én is így végig gondolom, hogy 1997-ben honnan indult maga a Fezen, még a régi vidámparki szabadtéri színpadon a basszusgitárosunk által a seregtől kilopott sátorlapból szőtt színpadfedés, és hogy egyébként hol tart most a rendezvény, hogy tényleg világsztárok vannak Székesfehérváron. Nyilván büszkeség, ez nem mehetett volna egyébként ugye a közönség nélkül, és ez nem egy üres frázis, mert egyszerűen tényleg arról szól, hogy hiába szórakoztat az ember, hogyha nincsen kit szórakoztatni. A sajtótájékoztatón még elhangzott, hogy az amerikai foci meccsek miatt a kempinget most nem a fesztivál területén, hanem a Bregyóban alakítják ki. A fesztiválozókat buszjáratok szállítják a helyszínek között, és bár ez jelent majd néhány perces plusz utat, de a Bregyó közben árnyas sátorhelyek és folyóvizes épített zuhanyzó nyújt plusz kényelmet.